Megpróbálta felmérni, ahogy fogalmazott, a nagy csatazajból, hogy a különböző pártok mit kínálnak a választóknak. Kezdte szerdai kampányzáróként meghirdetett sajtótájékoztatóját a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. Varga Géza szerint koherens programmal egyedül ők álltak elő. Mert itt ott felröppennek különböző, véleményem szerint felelőtlen ígéretek, de igazán egy koherens országépítő program nem rajzolódott ki. Ezt az is alátámasztja, hogy én a magam részéről meghívtam a képviselő jelölt társaimat ebből a Békés megye 3-as választókerületből arra, hogy tartsunk egy vitát a különböző elképzelésekről, a programokról, ami optimális esetben véleményem szerint, amiről egy választási kampánynak szólnia kellene. Varga Géza úgy fogalmazott, elszomorító, hogy meghívását a választási programok ütköztetéséről senki sem fogadta el. Kérdésünkre válaszolva azt mondta, vasárnap meglepetésre számít, mert még a jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható Népszabadság is az esélyesek között említi. És alátámasztja, hogy a Népszabadság az csinált egy ilyen Békés megyei körképet a jelöltek helyzetéről, és hát név szerint ott a Jobbikból és egyetlen a sok jelöltből talán Kovács Józsefet, Bot Tamást és Varga Gézát említik név szerint. És az, hogy ebben a térségben erős a Jobbik Varga Géza szakpolitikus által, ezt a Népszabadságban leírják, akkor azt talán tudnak valamit. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen első vagy második helyre számítok. Varga Géza hangsúlyozta, bár a Jobbik elsősorban a fiatalabbak körében számít erősnek, számítanak az idősek szavazataira is.